Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Rita, üdvözöllek Bécsből, nagyon szépen köszönöm, hogy Grazból be tudsz jelentkezni. Szia Attila, én is üdvözöllek téged innen Grazból, és üdvözlöm a kedves nézőinket is. Grazi Egyetem oktatója, kutatója vagy, a Grazi Egyetem katolikus fakultánsen posztdoktor, de emellett katolikus teológus, biblikus tudományok doktora, publicista, a Felszabtér blognak alapítója, szerkesztője. Ennyi minden mellett a te karriered hogy alakult úgy, hogy most jelenleg Grazban vagy? 2002 óta kint vagyok tulajdonképpen Ausztriában, ingázom korábban Bécs és Budapest között, majd pedig 2019 óta Grazi és Budapest között, Budapesten él a férjem. Elvégeztem a szegedi egyetemi teológus szakot, akkor nagyon szerettem volna ebből a tudományból a legmagasabb fokozatot megszerezni, ez pedig egy doktorátus lett volna. Ennek a doktorátusnak a megszerzésére persze Magyarországon is volt lehetőség, csak hogy nekem akkor volt egy nagyon kedves professzorom, aki engem nagyon-nagyon szeretett, nagyon-nagyon tisztelt, Sonfai Béla atyának hívták, jezsuita atya, sajnos már meghalt. Ő adta nekem azt a tanácsot, hogy Rita, hogyha teológiából szeretnél doktorálni, akkor semmiképpen nem Magyarországon tedd ezt meg, mert itt még nem igazából becsülik meg a nőket ezen a pályán. Lehet, hogy elvégzed, lehet, hogy lesz egy doktorátusod, de soha nem kapsz állást, de inkább az is lehet, és én ezt jósolom, hogy soha nem is fogják neked megadni ezt a végzettséget. Úgyhogy, ha szeretnél valóban teológiából tovább tanulni és a legmagasabb szintet elérni, akkor mindenképpen menj egy külföldi nyugati egyetemre, keres egy olyan nyelvterületet, ami közel áll hozzád, és hát csináld ott, én mindenben segítek és támogatlak. A német nyelvterület volt közelálló, ennek az volt az oka, hogy én szombathelyi születésű vagyok. A német nyelv az igazából kisiskolás korom óta már nagyon közel állt hozzám, Ausztria közelsége miatt, nagyon jól tudtam németül, és hát mivel házas ember voltam, ezért azt gondoltam, hogy Bécs és Budapest között igazából nincsen távolság, ez megjárható, legyen ez az egyetem, így kerültem ide, amit soha nem bántam meg egyetlen egy pillanatra sem, bár nagyon nehéz volt, nagyon komoly kihívások voltak, mindenféle téren nem csak a nyelv, hanem a szakmai színvonalnak a kihívásait teljesíteni, de hát aztán sikerült, és hát itt Grazban lettem most egy nagyon megbesült és nagyon szeretett, kedvelt tanár, tényleg tele vannak az óráim, és én ezt rendkívül szeretem, nagyon-nagyon élvezem, és hát legfőképpen azt élvezem, hogy nőként is csinálhatok valami olyasmit, amit lehet, hogy a saját hazámban, a saját országomban nem tehetnék meg. Egyrészt azért, mert nő vagyok, másrészt persze azért is, ahogy és amiként fogalmazok, közszereplőként is, foglalkozom feminista teológiával, foglalkozom felszabadítás teológiával, LMBTQ barát gondolatokkal a teológián belül, ami tulajdonképpen a hazai közeg számára még mindig nagyon idegen, még mindig nagyon ijesztő, ezért hát nem csodálkozom egyébként azon, hogy nem igazából gondolják, hogy ennek ott tere van. Persze, hogy tere van, az nem megkérdőjelezhető, és hát tulajdonképpen nem csak a jövő lenne ez, hanem a jelenünk is ez, de hát ezt a Magyar Egyháznak még fel kell ismernie, sokat kell még előrelépni ezen a téren odahaza. Amire nincsen bocsánat. Megszületése mennyire volt nehéz, mennyi időt igényelt, most friss, mik a visszajelzések a sajtó részéről, az olvasók részéről, milyen most így a kezedben tartani a hosszú munkafolyamat végén ezt a könyvet? A könyvem június 4-én jelent meg, az volt az eredeti terv, hogy majd áprilisban a könyvhétre, a könyvfesztiválra érkezik meg, és fogadhatja az olvasóközönség, de sajnos a Covid szabályok miatt ezek a rendezvények nem kerültek megrendezésre, viszont abban az időben volt egy fesztivál, a Margó Irodalmi Fesztivál, amire júniusban sor kerülhetett, hiszen ez nyitott térben volt, egy sátor alatt. Ott mutathattuk be a könyvet Péterfi Novák Évával és Toldi Veronikával, a szerkesztővel. Hatalmas örömünnepnek éreztem ezt a napot, hiszen mintegy 150 ember érkezett a bemutatóra, ez nekem nagy meglepetés volt, nem is gondoltam volna, hogy tényleg ilyen sokakat érdekel, hiszen egészen addig csak virtuális módon érezhettem az emberek érdeklődését, figyelmét, de akkor valójában eljöttek, és hát ott képesek voltak másfél óráig sorba állni a beszélgetésünk után a dedikálásra. Életemben először dedikáltam, úgyhogy ez is egy rendkívüli élmény volt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés ez a fajta figyelem. Nagyon örültem annak is, hogy a sajtó hatalmas figyelemmel vette körül a könyvnek az érkezését. Tulajdonképpen már a megjelenés előtt megjelentek interjúk. Néha annyira leterheltek az interjúk, hogy hetente 3-4-5-öt is kértek tőlem. Mindenféle sajtóorgánum, de elsősorban nyilván a bal liberális sajtó volt
aki érdeklődött, de aztán idővel megjelentek a semlegesebb sajtók, a jobboldali sajtóból, legalábbis a kormánykritikus sajtóból is érkezett felkérés, az egyházi sajtóból és tulajdonképpen a kormánypárti sajtóból, mi minden mai napig nem, hát ennek nyilván van egy oka, hogy ez a téma azért valahol egy olyan közegben érkezik, hogy éppen a pedofília témája, az egy politikai téma is lett. Ettől függetlenül a sajtó érdeklődése az azért volt fontos, nem a könyv miatt és nem én miattam, hanem azok miatt, az áldozatok miatt, akik ebben a könyvben megszólaltak, hiszen ez a könyv, ez nem az én könyvem, hanem a mi közös könyvünk, azért íródott, hogy ezeknek az áldozatoknak, akik ebben a könyvben még névtelenek maradnak, anonim módon jelennek meg, illetve fiktív nevek alatt írtam meg a történeteiket, ők akarták elmesélni azt a sok szenvedést, azt a sok borzalmat, amit átéltek évekkel vagy évtizedekkel korábban. El akarták mondani, hogy végre megtörjék a titoknak a súlyát, hogy azok a befagyott traumák, amiket hordoztak, most végre tulajdonképpen napvilágra kerüljenek, hogy belekiabálják a világba. Azért maradtak anonimok, mert sokszor az ő történeteiket még a közvetlen családtagok sem tudják, nem ismerik, és hát nagyon erős ennek az országnak az áldozathibáztató magatartása, még erősebb az egyházon belüli áldozathibáztatás, az úgynevezett vármentalitás miatt, amikor az egyházi emberek, a hívők maguk is azt mondják a megszólaló áldozatoknak, hogy ne szólalj meg, mert ha megszólalsz, akkor ezzel tulajdonképpen csak az egyház hírnevét rombolod le, és ezek a tulajdonképpen beégett reakciók, ezek blokkolták hosszú-hosszú évekig azt, hogy ezek az áldozatok meg tudjanak szólalni. Most itt lett ezen a könyvön keresztül tulajdonképpen egy szócsövük, és lett egy ember, egy személy mögéje, aki megírta ezt a könyvet. Persze nem csak az ő történetüket, hanem az egésznek a nagy elméletét is hozzátettem, hogy hát egy szélesebb közönség érthesse meg, hogy mi vezethet az egyházon belül a szexuális bántalmazáshoz, mi is az a spirituális bántalmazás, ami gyakran előkészíti és melegágya a szexuális bántalmazásnak, milyen okai vannak, és hát mi ez a pedofília, mi az efebofília. Nagyon sok olyan fogalmat magyarázok, ami hát tulajdonképpen úgy lesz majd érthetővé a könyvben és a történeteknek a mélysége, hogyha ezeket az alapvető fogalmakat és hát tulajdonképpen a tudományos hátterét is megértjük. Ezért ez a könyv nagyon sokarcú könyv, nagyon sokféle könyvet olvas egyszerre az olvasó. Egyrészt az áldozatok szenvedés történetei, de nagyon erős a pszichológiai rész, nagyon erős az etikai teológiai rész is, és hát tulajdonképpen így szólalnak meg az áldozatok ebben a szélesebb köntösben. Az olvasói véleményeket rendkívül fontosnak tartom. Nagyon örülök természetesen a szakmai recenziónak, a szakmai könyvkritikáknak is, de igazából az olvasó az izgalmas. Az első olvasóim közé tartoztak a segítőim, az ügyvédem, a pszichológus segítőm, és aztán utána jöttek az újságírók. Már ott láttam, hogy felnőtt 40-50 éves férfiak, amikor elolvassák ezt a könyvet, akkor lesokkolódnak. Nagyon a szívükre veszik ezeknek az áldozatoknak a drámáját, a tragédiáját. Azóta pedig megindult nyilván az olvasóknak a reakció áradata, amit szinte naponta kapok, érkeznek csetüzenetek, a közösségi média felületeimen érkeznek az üzenetek, a köszönetek, a bátorítások, a hálák, az e-maileket kapom naponta, többféle e-mail címemre is, tehát tulajdonképpen ezzel kelek és ezzel fekszem most már nap mint nap, hogy jönnek visszajelzések. Ami közös, hogy hát ez egy nagyon erős olvasmány, semmiképpen nem egy könnyű nyári olvasmány, hanem tulajdonképpen egy picit olyan, mint egy dokumentumfilm, ami megmutatja a valóságot, ami megmutatja és leleplezi a kegyetlen valóságot, és hát tulajdonképpen szembenéz magával a gonosszal. Aki a gonosszal szembenéz, illetve az a könyv és azok a történetek, amik tulajdonképpen a gonosznak a valóságát leplezik le, azok nem lehetnek egyszerű, könnyű, könnyed nyári olvasmányok. Ez a könyv biztos, hogy pszichésen nagyon megterhelő. Lehet, hogy egy kicsit azokat a traumákat is átveszi az ember, amiket én nagyon empatikus módon próbáltam beleírni ebbe a könyvbe, tehát próbáltam úgy megírni az áldozatok szenvedés történeteit, hogy tulajdonképpen az ő fájdalmuk és ennek a traumának a mélysége ez jól érzékelhetővé, láthatóvá, tapinthatóvá váljon, és hát nagyon sok olyan visszajelzés érkezik, hogy hát ez valóban megtörténik, hogy valóban együtt szenvednek, együtt szorongnak az olvasók is ezekkel az áldozatokkal. Éppen ma érkezett egy levél, aki azt mondta, hogy ő is megélte ezt, de tulajdonképpen a megértéshez, hogy a probléma súlyát megértse, és hogy valójában megértse, hogy mi az, ami itt történik, ahhoz volt rendkívüli módon fontos, hogy érzések szintjén is működjön. Ez egy tervem is volt egyébként, hogy amikor a történeteket megírtam, először felvinni az olvasót egy nagyon magas érzelmi szintre, és ezen a magas érzelmi szinten elmagyarázni valamit, ami fontos,
ott adni egy tanítást. Ebben mindenképpen egy sajátos stílust követ ez a könyv, nem láttam még példát, ami hasonló lett volna, tehát nem az van, hogy leírok egy történetet, aztán magyarázom, hanem elkezdek egy történetet, és közben már magyarázom az elemeit, de sokszor egy magas érzelmi fokon, mert azt gondoltam, hogy ezen az érzelmi szinten lehet megérteni a történetnek a fajsúlyát, a mélységét, és hát így szólalnak meg ezek a történetek. A gonoszszal való szembenézés az egy olyan tapasztalás, ami megingathatja az embernek a hitét, hogyha hívő. Ezért is megértem, hogy nagyon sok hívő ember fél ennek a könyvnek az elolvasásától. Aki nem hívő, mondjuk ateistaként veszi a kezébe, ők sokszor tulajdonképpen igazolást találnak ebben a könyvben arra, hogy tulajdonképpen ők döntöttek jól, amikor elhagyták az egyházat, de ennek a könyvnek azért nem volt ez a célja, mert nem szeretném, hogyha az egyházról általánosságban alakulna ki egy vélemény, vagy mondjuk minden papról, tehát nem támogatom azt, hogy általánosítsunk és általánosítva megbélyegezzünk most egy foglalkozási csoportot, hiszen nem minden pap szexuális visszaélő, csak egy kisebbség, de erről a kisebbségről és erről a súlyos problémáról viszont őszintén, nyíltan és tabuk nélkül kell tudnunk beszélni. Nagyon várom azokat a visszajelzéseket, olvasói visszajelzéseket, amik papoktól, püspököktől jönnének. Tőlük várom azokat az üzeneteket is, hogy üzenjenek végre ezeknek az áldozatoknak, akik hát elsősorban az egyház miatt szólaltak meg, hogy az egyház végre észrevegye őket, meghallja a hangjukat, de hát ilyen reakció nem érkezik. Hodász András katolikus pap készített egy videót a megjelenés után néhány nappal, de hát ez sajnos egy nagyon erős, kritikus videó volt, teli személyeskedéssel és mindenfajta szakmai érvtől sajnos mentesen. Azóta ő egy másik, illetve egy közös interjúban, amit a Magyar Hangnak adtunk, bocsánatot kért a videó túlkapásaiért, ettől függetlenül egyébként a videó sajnos mind a mai napig nézhető a YouTube csatornán. Nem találom ezt sem jónak. Vele kapcsolatban is az áldozatok legfőképpen azt várták volna, hogyha már egy pap tényleg megnézi, elolvassa ezt a könyvet, legalább átlapozza, hogy azt elmondja, hogy köszönöm, hogy elmondtátok, és sajnálom én katolikus papként azt, hogy mindez megtörténhetett veletek ebben az országban, és sajnálom, hogy mindez megtörténhetett veletek ebben az egyházban, aminek én is a papja vagyok, és hogy szeretnék mindent megtenni azért, hogy ez soha többet sem veletek, sem senki mással ne történhessen meg. Igen, ez a téma évekkel ezelőtt hogy talált meg? Miért tartottad fontosnak, hogy erről te írj egy könyvet, és maga az alkotói folyamat, az írásból mik voltak a legnehezebb periódusok, a legnehezebb részek a kutatásban esetleg, vagy maga a megírásában? Hogy tekintesz vissza erre az időszakra? A könyvírásnak az ötlete tulajdonképpen nem is tőlem jött, hiszen én egy áldozatvédő, egy áldozatsegítő munkát végeztem. Nem az volt a cél, hogy írjak erről egy könyvet, ez csak a folyamat egy későbbi fázisában jelent meg, mint lehetőség. Mégpedig egy ajánlat a Kaligram kiadó részéről. Mészáros Sándor igazgató és Toldi Veronika szerkesztő kerestek meg engem azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha írnék ebben a témában egy könyvet, de hát akkor ők már tulajdonképpen látták azt a tevékenységemet, amit folytattam abban az időszakban, hónapok, talán akár egy év is. 2019. februárjában Ferenc pápa összehívott egy vatikáni csúcs találkozót a szexuális visszaélések ügyének feltárása kapcsán. Erről akart beszélni a világegyház összes püspökével, és ezen a találkozón természetesen Magyarország is részt vett, Veres András püspök képviselte hazánkat, és miután hazajött, akkor a sajtó megkérdezte tőle, nyilván nagy érdeklődéssel, hogy egyébként Magyarországon mi a helyzet, mennyi áldozat lehet, mennyi tettes, ki az, akit már valójában akár el is ítéltek, bíróság elé került. És hát ekkor tulajdonképpen kiderült, hogy ő, mint a püspöki karnak az elnöke, 11 néhány esetről tud, és ezek közül egyet sem ismer. Emellett ezt is elmondta még, ez szerinte azért is van, mert ez a súlyos probléma sokkal inkább a dekadens nyugati országokra jellemző, ahol a liberalizmus miatt a gyerek nem érték, viszont Magyarországon a gyermek érték, ezért nincsenek is ilyen esetek. Én ezt a kijelentést akkor ilyen formában nem tartottam a valóságnak megfelelőnek itt Ausztriában, hát ahol már 18 éve élek és dolgozom teológusként. Látva azt, hogy tulajdonképpen mi történik valójában ezen a téren, mit mutatnak azok a számok, ahol már valójában vannak számok, mit mutatnak azok a tapasztalatok, ami például a német nyelvterületen megszületett, akkor azt kellett magamban konstatálnom, hogy hát ezek a számok nagyon messze vannak a reális számoktól, százas, de sokkal inkább ezres nagyságrendekről kellene beszélni. Nem tudunk erről semmit.
Ezért gondoltam azt, hogy írok néhány publicisztikát a témában, ezeknek a végére pedig tettem egy felhívást, amiben beleírtam azt, hogy szívesen meghallgatom az áldozatokat, akik engem megkeresnek. Rögtön az első cikkem után, még aznap írt két áldozat nekem levelet, és másnap is érkezett egy megkeresés, amivel tulajdonképpen elindult az a sorozat, ami hát a könyvnek a megírásakor a 35-ig jutott el. Tehát 35 áldozat élt el engem, talált meg engem, hallott rólam, és hát mondta el nagyon röviden azt, hogy vele is megtörtént, ilyen és ilyen formában ez is ez. Amikor ezek az áldozattörténetek elkezdtek gyűlni, akkor én a Facebook felületeimen elindítottam egy áldozatszámlálót, amiben röviden összefoglaltam mindig az aktuális történetet, és hát minden történet kapott egy számot. Ennek volt egy provokatív célja, felmutatni azt, hogy igenis vannak történetek, igenis vannak esetek, nem csak a dekadens nyugodon, hanem itt is, nálunk is, Magyarországon is, vegyük ezt észre. A kiadó az nagyon hamar észrevette, talán a 20. áldozat körül megkerestek engem ezzel az ajánlattal. Én arra gondoltam akkor, hogy hát ez egy remek ötlet, mert a téma iránt a magyar társadalmat és a magyar egyházat, a magyar egyházakat, hiszen nem csak a katolikus egyház problémájáról van szó, érzékenyíteni kell. Még nagyobb teret adhat egy könyv, sokkal több embert elérhet, mint mondjuk az én Facebook posztjaim vagy a publikisztikáim, tehát ez egy teljesen más felület, teljesen más szint, ezért mondtam akkor boldogan örömet erre a felkérésre. Olyan értelemben nem vagyok mentálhigiénész szakember, hogy ebben a szakmában valaha is lett volna praxisom. Szociális szervezés, művelődés szervezés tanultam, és ezen belül volt egy specializáció, amit lehetett választani, és itt volt egy mentálhigiénés kurzus, egy alapfokú szint, ezt szereztem meg, de ezen a képzésen belül, és hát a szociális szervezésen belül tanultam egyébként pszichológiát, sőt pszichiátriai ismereteket is, tehát innen származik az az alaptudás, amit egyrészt tudtam használni, hasznosítani ezekben a beszélgetésekben, abban is tudtam használni, hogy magamra figyeljek, és hát észrevegyem azt, hogy mikor jött el az a pont, amikor már tényleg én is azt kezdtem érezni, hogy nekem is kell ehhez egy szupervizori segítség. Az első beszélgetésem mindjárt egy nagyon döbbenetes találkozás volt, ez Zsófiának a története, ő ezen a néven szerepel a könyvben. Ez egy 4 órás kávéházi beszélgetés volt, meglehetősen abszurdnak hatott akkor, abban a nagyon kellemes kávéillatú közegben egy ilyen drámai, tragikus történetnek a végighallgatása. Ezzel a kicsi, megtört lányon való találkozás, aki hát arról a traumáról beszélt, ami őt az életében a legmélyebben megsebezte, és ezt a sebzettséget, aminek a következményeit mind a mai napig viseli, tulajdonképpen egy kedves, kedvenc papjától kellett, hogy elszenvedje, egy évekig tartó, hosszú manipulációra, érzelmi kötésre felépített spirituális és szexuális bántalmazásról volt szó az esetében, tehát nem csak egy egyszeri bántalmazásról. Amikor ezekkel a történetekkel találkoztam, és főleg ezzel az elsővel, akkor én azt éreztem, hogy te jó ég, ez valami döbbenetesen megrázó és fájdalmas tapasztalat. Nem szeretnék ugyanakkor érzéketlen maradni, mert elég nekem bőven az a tudat, hogy egyébként a saját egyházamnak a vezetősége mennyire érzéketlenül, rideg módon reagált ezekre az ügyekre. Azóta egy kicsit változott a kommunikáció, most már kicsit több empátiával szólalnak meg ezekben az ügyekben, legalábbis formális módon empátiát próbálnak kifejezni. Nem akarom megkérdőjelezni ennek az őszinteségét, de hát a valós tények majd akkor fogják őket igazolni, amikor már tényleg elindulnak a változásnak a jelei, és láthatjuk, hogy ezek a dolgok megtörténnek. Amikor a könyv olyan formába jutott, hogy már elküldhettem a kiadóhoz a kéziratot, akkor 35 áldozat történetét ismerhettem meg. Megjelenés óta, amióta már olvassák, többen akár áldozatokként további megkeresések érkeztek, nem csak Magyarországról, határon túlról is. 5 történet legalább van már. Közülük sokakkal e-maileztem, folynak beszélgetések, volt már találkozóm is, de nyilván most azért a nyár az lassítja ennek a feldolgozásnak a folyamatát. Tehát akár most már 40-esnél is tart ez a számláló, majd akkor írom bele az áldozatszámlálóba, amikor már megismertem mélyebben a történeteket, sőt a hitelességüket is láttam, hogy milyen történetek kerültek be a könyvbe. Ebből az egyik szempont nagyon fontos volt a történetek hitelessége, annak az ellenőrizhetősége. Ezzel is vádolják gyakran a könyvet, a könyvnek és a témának az ellenségei, vagy az ellenzői, a feltárásnak
az ellenzői, akik azt mondják, hogy hát ezek kitalált történetek, én találtam ki, vagy az áldozatok maguk találták ki, de tulajdonképpen én ezt nem tudtam ellenőrizni. Soha nem így van. Nagyon sokféle úton, módon ellenőriztem a történeteket. Nyilván ezeknek a mélységeit nem írom le a könyvben, egyrészt azért, mert védem az áldozatnak az anonim mi voltát, másrészt pedig hát tulajdonképpen még a tettes kilétét is védenem kell, hiszen egyébként akár perelhetővé is válna ez a könyv. Nagyon sok esetnél rengeteg írott bizonyítéka van a bűncselekményeknek, akár SMS-ek, akár e-mailek, akár még papíron írott korábban, ugye évtizedekkel ezelőtti levelek formájában. Néha megismertem az áldozatoknak a hozzátartozóit, a családtagjait, a barátait, akik szintén ismerték a tettest, akik beszámoltak további áldozatokról, tehát nagyon összetett módon építettem fel, hogy egy-e történet kellőképpen hiteles legyen, csak ezek kerültek be ebbe a kötetbe. Másik nagyon fontos szempont, hogy milyen történet került be. Olyan történet és olyan áldozat, aki maga is ezt szerette volna. Tehát aki már tart ott a feldolgozásában, hogy ebben a hosszú közös munkában, és hát tulajdonképpen ebben a mélyre fúrásban részt tudott úgy venni, hogy nem traumatizálja őt, hogy nem lesz neki ebből a feltáró munkából egyébként még nagyobb, mélyebb lelki sebe. Természetesen ehhez mindig kellett az ő saját szabad elhatározásuk és döntésük, hogy ők szeretnék tulajdonképpen kikiabálni ezt a fájdalmat és ezt a bánatot a világba, mert úgy érezték, hogy ez a gyógyulásuknak a részévé válhat. És a válogatásnál fontos volt még az is, hogy lehetőleg minél több áldozattípust, illetve tettes típust tudjak bemutatni, csak nagyon röviden az öt nagy történet azt a fajta bántalmazó típust mutatja be, aki hosszú évekig, hosszú hónapokig készíti elő a bántalmazásnak a folyamatát egy behálózó tevékenységgel, egy érzelmi kötéssel, erősen manipulál, és amikor tulajdonképpen már a szexuális részbe érkezik a bántalmazásnak a folyamata, akkor semmiféle erőszakra nincsen szüksége, bár tulajdonképpen ezt az egész folyamatot tekinthetjük egyfajta erőszaknak, csak nem fizikai erőszaknak, mert az elkövetők között nagyon kevés a tipikusan szadista karakter. A kisebb történetek pedig a továbbiak, ha megmutatnak egy másfajta áldozat, másfajta tettes típust, ilyen például az impulzív, ösztönszerű elkövető, Tamina történetében, a kisgimnazista lány történetében látunk egy ilyen elkövető típust, aki hát tulajdonképpen ösztönszerűen, valószínűleg hirtelen felajzottságból támad rá erre a lányra, szinte bántva, fizikailag is tulajdonképpen bántalmazva őt. Többféle típust akartam megmutatni, hogy lássuk, hogy egyébként ennek az elkövetésnek nagyon sokféle arca van, az elkövetőknek sokféle típusa van, hogy minél többet ismerhessük meg, hogy minél könnyebben tudjuk felismerni a jelenséget, és adott esetben tudjunk segíteni az áldozatoknak. Éppen tegnap kaptam egy információt a kiadótól, hogy szeptember 2-a és 5-e között lesz a könyvhét. 5-én, vasárnap 17 és 18 óra között pedig én fogok dedikálni. Oda lehet majd érkezni, lehet velem fotózkodni, nagyon szívesen dedikálok és beszélgetek mindenkivel, aki ott megkeres. Sajnos nem tudok eleget tenni azoknak a kéréseknek, amiket kapok, hogy küldjek dedikált könyvet, erre nincsen kapacitásom, főként azért nem, mert Ausztriában vagyok a hétnek a nagy részében, és erre nem tudok egyszerűen időt keríteni, de viszont akkor így most lesz rá egy lehetőség, és hát a szeptember folyamán még további dedikálások is várhatóak. Ehhez a szeptember 5-eihez természetesen majd készítek saját Facebook eseményt, és hát lehet követni a közösségi oldalomon, ahol majd küldöm a meghívókat, lehet látni, várok mindenkit nagy szeretettel. Ahogy említett, hogy rengeteg történetet kaptál, és ezekből nem került bele mindegyik a könyvbe, hogy milyen utóélete lehet, akár ezek a bűncselekmények tovább léphetnek jogi útra, és a többi történet, ami nem került bele a könyvbe, azokkal a történetekkel mi lesz? Történetek közül vannak olyanok még, amik nem lettek feldolgozva, de viszont nagyon fontos lenne őket megírni. A kiadóval abban gondolkodtunk, hogy lesz második, illetve harmadik kötet is. Itt inkább a strukturális bűnre mennék rá, vagyis arra, hogy nem csak arról van szó, hogy vannak elkövetők, hanem arról is szó van, hogy vannak eltusolók, akik ezeket a bűncselekményeket eltusolják. Erről szeretnék még írni, illetve szeretnék olyan áldozatokról beszélni, akik nem kiskorúak, gyermekek, erre fókuszált most ez az első kötet, hanem
olyanok, akik például apácák, szerzetesek, maguk is papi szeminaristák, tehát azt megmutatni a rendszernek, hogy tulajdonképpen, ha nem lép fel a szexuális visszaélések ellen, akkor tulajdonképpen még a jövő papjainak is árt, mert ők is bizony ki vannak téve ennek a veszélynek. Tehát nem csak a hívők vannak veszélyeztetve, de tulajdonképpen maga a klérus is. Talán, hogyha ez a rész is meg lesz írva, akkor még komolyabban oda fognak ezekre a történetekre figyelni. Az, hogy meg szeretném írni a második és a harmadik kötetet, ezt egyben fenyegetésnek is szánom minden elkövető felé, akik eddig azt gondolták, hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat büntetlenül meg lehet úszni. Ez így is volt, évekig, évtizedekig csinálhatták ezeket a bűnöket. Néha az egyház számon kérte, néha egyáltalán nem is lett semmiféle egyházi számonkérés, néha csak egy elhelyezés, néha talán csak egy terápia, vagy egy gyónás, de ezek közül az esetek közül, hangsúlyozom, ebből a 35-ből nem került világi bíróság elé egyetlen ügy sem, holott ezeket az ügyeket egyesével átbeszéltem dr. Gál András büntetőjogásszal, aki elmondta, hogy köztük vannak olyan bűncselekmények, amiknek a büntetőtételei akár a 8-10 évet is elérhetnék, mégsem lett semmiféle számonkérés. Ez egy nagyon fontos célja lenne nem csak a könyvnek, hanem tulajdonképpen ennek az áldozatvédő munkának, hogy legyenek ilyen perek. Nem azért, mert valamiféle perverz igazságszolgáltatásra vágynak az áldozatok, hanem azért, mert az egy fontos üzenet lenne az áldozatok felé is, hogy lehet, hogy megtörténtek ezek a borzalmak, de nem történhettek meg büntetlenül, és most már az igazság utoléri ezeket a tetteseket. Ez rendkívül fontos lenne, mert valahol a gyógyulásukban egy fontos mérföldkövet jelenthetne. Köszönöm szépen, hogy tudtál időt szánni erre az interjúra, és tudtál mesélni a könyvnek a megszületéséről. Kedves nézőink, minden link, hasznos információ ott lesz a videó leírásában, ott tovább tudtok olvasni Ritának a munkásságáról, a könyvről, a Facebook oldalán nagyon aktív Rita, és tényleg ez egy fontos témák, fontos történetek, élettörténetek. Köszönöm szépen még egyszer a munkádat. Én pedig nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, az interjú felkérést, és zárásképpen csak annyit szeretnék mondani azoknak, akik néznek bennünket, hogy továbbra is várom azokat az áldozatokat, akiknek szükségük van segítségre. Most már nem csak én tudok segíteni nekik, hanem azok a pszichológusok, illetve jogászok is, akik körém gyűltek, és hát tulajdonképpen akikkel együtt most már egy csapatban tudunk akár segíteni is azoknak az áldozatoknak, akik megkeresnek engem. Bármilyen felületemen, akár Facebookon, akár e-mailben elérhető vagyok, mindig mindenre válaszolok. Néha egy kis türelmet igényelnek a válaszok, de soha senkit nem hagyok válasz nélkül. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!